my hair round, 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 round. When you go down, when you go down, down. I spin my hair round, 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 round. When you go down, you go down, down. Az elég formás kis szobácska. Mi vagyunk Emma, egy kislány, akit apja elhanyagolt. Nem igaz. Köszöntöm mindenki, Dallas 290 vagyok. Stefánóval kezdjük. Meg ládákkal. Meg ilyenekkel. I don't understand what's going on. Tudja, hogy van egy kulcs a könyvek alatt? Nincs. Ne. Szóval valami történt idesapánkkal, és ezt szeretném mi kideríteni. Ja, mert valaki adott egy nótot. Dearest Emma, I don't know how this note will ever find you, but I am in trouble. I'm currently in captivity, placed here, I dare to say it, by your father. He was away... Blah. He was always being a bit off, but this time he most certainly has gone insane. I've never seen him like this before. I believe it to be related to that object, the Orb of Power, that he found while on his latest trip out of the country. It has somehow changed him. I know he keeps it in a secret room of his in his lab. At all costs, you must locate this orb and destroy it. Only then should your father return to normal. Please be careful, just make haste. But make haste. Remember, find the lab and destroy that orb. Your lover, Neil. Szóval a barátunk írta, és nem hagyott kulcsot. Tinta! Gyere ide! Gyere, na! Eltűnt! Lol. Ah! Tinderbox. A szerszámom tűzből van, értitek, tűzszerszám? Ah! Szóval ez a ház. Szép nagy házunk van. The door locked, there must be a key around. Must find the key to the mental door. Mental door? Metal door! The mentális ajtó. Szóval találnunk kell egy kulcsot az ajtónkhoz. Ami egy ekkora házban nehéz lesz. We'll need a key. Mindennek kulcsra van szüksége? Jesus! Hello! Hello! This letter congratulations on ja, hogy ő talán most úgy mutatta be az a levél, mintha ő találta volna föl a opium kivonatot, de ez ugye nem így van. Olaj. Fiókok levéllel. Hello Robert! I had that key to the metal door on the second floor created today. It should arrive within the week. Probably longer now in the place of them. Let me get away in that room now. You don't want anyone to dress like I want to dress around that way. I get on some awful scans and then the hell is that way. Hangokat hallok. Halott linkeket látok. Stefano, la. Ott lesz a lámpás. Itt lesz bent. Nem, egy kulcs. Hát nincs itt senki. Jó, hogy erre mennénk ki. De jó! Hallottátok a madárcsi csergést? Tök megnyugtató volt. Ha megijedek, oda megyünk vissza, jó? Oké. Itt is van egy ablak! De szép! Amúgy nem, tök creepy. Ha ki lakik ilyen helyen, én tök félnék. Bár mondjuk nem, ha lenne egy apukám, aki folyamat itt lenne, vagy szülők, vagy barát, vagy kiskutya, vagy gyerek,
vagy bárki, nem csak én magam lennék itt, sokkal inkább lenne egy kicsit. Ó! Oh! Mit tettem? A természetet buherálom. Ez. Nagyon nézel, öreg. Ne kuksolj. Jaj, én félek, esküszöm! Mikor ilyen helyeken föl lehet venni kulcsokat, az mindig ilyen ízés. Ilyen fölveszed, de készüljél föl, hogy lesz valami mögötted. Egyből! Félelem járja át a szívem. Miért ne lenne használható? Ajajaj! Lantern! Ah! Egyből konfib. Ez az. Van már egy csomó Tinderbox is, ez nem ide való. Ez se... He! 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 Arra jött Dowen. Buta. Emögött úgy érzem van valami. Barrels! Ezek kenyerek. Ez meg egy urna, amiben a nagymamám van. Nagyon óvatosan kell kezelni, mert már ugye el van hamvasztva. És benne van, szóval nem szeretném, hogy összetörjön évek óta. A picsába. Well, azt hiszem folytatnom kell nagyi nélkül. Yeah! Na nem! Összör át ellenőrizzük szépen a szobát. Aaa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 
Vihetek már le! Dob már oda! Azt is! Mindent, ami tud! Ne! Ne neves anya! Jézusom! Kinyílt az ajtó! Jézusom! Púj, oda nem megyünk vissza! Vélelem járj át a szíve! Tömegszex! Hú, már csak azt kéne megtudnom, hogy a másik kulcs mire volt jó. Tök jó! Hol vagyunk? Ahó! Imádom ezeket a hatalmas kastélyokat, ahol ahol a kislány és apja egyedül él. Vagyis párban. De gyakorlatilag egyedül vannak, tehát... Nem hiszem el, hogy egy ekkora házba ketten laknak. Ez nagyon durva. Nézzétek meg, mekkora ebédlő! Hát ez hihetetlen. Most kajak, vagyunk ketten, és ott van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 szék. És mivel a filmekben úgy van, odaülök én, és odaül az apám. És akkor így egymást gondolom, hő, adod a sótartót. Mit? A sótartót. Nincsen borsom, de a sótartót. Ott a sótartó. It's stuck shut. They ain't missing. Can't believe he's dead. Ki halott? I'm going to miss him playing on that piano at dinner time. It just won't the same. However, I must admit, as nice of a fellow as it seemed, I could not help but sense some deep anger or hatred within his against sounds.
Valaki zongorázik. Az alapjátékban is benne volt ez a feature. Stefano, védj meg. Könyörgöm. Stefano... Mi volt ez? Menj le, nézz körül. Mondom, menj le, nézz körül, ne legyen anyával. És erre inkább megkapaszkodik a csillárom. Na jó, ezt ki kell próbálnom. Bazd meg, hogy semmi nem maradt fönn azon a kurva csilláron. Hát ez szar. Na még van az észék. Gyere csak ide. Arra a téledbe. Na. Jó, haladok már, mert fogy a lantern. Halóv! Halóv! Ne! Kudőben van ez a kép ide rakva. Mintha csak nekem találták volna, aki lekapjam a helyét. De akkor azt hiszem, menjünk az ebédlőbe. Ah, Istenem! I don't trust any one of you! Nyílik ki eskü. Ajaj. Olyha, akkor ez ki fog nyílni, amint elmegyünk mellette. Figyeljetek! My father's study is locked. Ez az apádnak a dolgozó szobája? Locked, but I can faintly hear something. Jó, nem vagyok buta. Tudom, hogy jönni fog valami, úgyhogy torlaszolunk. De ez tiszta. Yay! Nem találok semmit. Olyan üres ez a ház. Kus! Ah! Ez nem apámcskámnak a stúdia? Dehogy nem, itt az ajtó kifelé. Oda. Akkor ez apámnak a stúdia. Ebbe szokott dolgozni a édesapám. Ami már be is zárult mellesleg. Tök jó. Menjen ki! Emma, my daughter, I am sorry things turned out the way they did, and even more than that, I am forever sorry I never had a chance to explain everything to you, explain why I disappeared. Disappeared? There was just never enough time, not enough time to my work, my friends, but most importantly my family, and now look where my work has gotten me. If you are reading this, there I am already gone. I had hoped you would get up the courage to enter this room, my private study, and eventually come across this note. If that is the case, then perhaps the day is I... Bocsánat. Then perhaps the day I have feared to come has already happened. If that object I found ever gets into the wrong hands, the whole world as we know it could change forever. There is so much more I need to tell you, but of course, not enough time. My lab and secret room, you know the one, are downstairs and through the wine cellar. I admit, there may be things you regret seeing down there, but it must be done. Emma, I am not sure what the best course of action is. I heard many great perils in destroying such an orb, yet I can already feel the changes taking place. Soon I will no longer exist, so I write this with haste while I still can. In any event, you must retrieve that orb and keep it somewhere safe, where it cannot possibly get into the wrong hands.
There's an item in the dining room that you'll need in order to enter the wine cellar. Please be careful in there. Only God knows what I awoke onto this estate when I found the object. Don't take care of Neil. He's a good man. Do take care of Neil. He's a good man for you. And be careful. Love, your father, Robert. Jaj. Szóval röviden valami kísérlete valósult el, és most félti azt a gömböt, ami ugye... Szóval félti azt a kibaszott gömböt, úgy. Szóval félti azt a gömböt, ami ugye ezt ebbe belerángatta. Székek. Vagy székek. Lol. Már pedig ő nem akart ezzel rosszat, ő csak gondolom föl akart találni valamit. De szarul sült el, és ő valamilyen oknál fogva el is tűnt. Fú, de jó, hogy oda raktam azt a szart. Jaj! Ah, itt van egy szekrény. De ki volt az over here? Lehet, hogy csapánk. Idesapám. Idesapám beszólt. Itt megy az ajtó előtt. Menj innen. Másik ajtót tör, hál' Istennek. Remélem a bejárat itt. Aha, el is ment. Jaj, de jó. Éppen most mentette meg szerintem egyébként az apánk az életünket. Bármint ez nagyon úgy hangzott, mint hogyha egy isteni... Nincsen olaj. Ennyi volt. Aha. Hát itt nincs túl sok. Olyha. Na mindegy, kitörte nekünk az ajtót, legyünk hálásak. Let's move on. Egyébként az ajtó nekem valamiért most olyan érzésem van, hogy... Mindegy. Boards block the wine cellar door. Gotta find some kind of breaking tool. Maybe a crowbar. Ja, és szerintem nem fejeztem be a mondókámat az apánkkal kapcsolatba. Van egy kulcsunk. Ja, dining room key. Szóval szerintem... ugye elmondtam azt, amit gondolok, de... Ez még mindig lebeg? Jó, megdobtam. Itt láttam olajat közepén. Szóval... Nem tudom, olyan creepy ez a szoba. Szóval lényegében, amit én gondolok, az az, hogy a végén lesz egy választási lehetőségünk, hogy elpusztítjuk a gömböt, vagy csak elrakjuk valahova. Húha. Kedves. Direkt úgy van berakva... Jaj, de aranyos. Direkt úgy van berakva, megfigyelitek, hogy bármikorra meg akarod egy kicsit magyarozni, akkor csak be kell lenyúlnod. Az apuka, ez nagyon perverz volt már megint. Olaj. Hoppé. Egy tinderbox. És crowbar! Piggy! Ó! Oh! Csukodj! Jaj, 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 jaj! Már megint?
Yeah, yeah. Is that green? Anyát, hallottátok ezt a hangot? Ez kurvára megijesztett. Tudom, nem látok semmit, én se. Illetve de, ez egy világosabb rész itt most. Meg itt is van egy ilyen rész. Nekem a LED monitoron nagyon látszik, mikor színeket vált, és nagyon vicces. Jé! Szuper! Ahogy hallom, eltűnt. És eltűnt! Na, köszönöm szépen akkor, hogy megnéztétek ezt a részt, és ez a zongora nem tudom, hogy miért játszik folyamatosan. De creepy, az biztos. Megvan a crowbar, irány a pince, és én elköszönök tőletek. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek. A következő részben pedig folytatjuk. Sziasztok! Hát megijedek a saját erőmtől. Sziasztok!